Az országos bajnokság előtt azért elég sok kérdés merült fel, főleg Milák Kristóffal kapcsolatban. Elindul-e az országos bajnokságon? Ha elindul, akkor mind a hat számon elindul-e? És hát, hogy milyen formában van? Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenre választ kaptunk, de az edzőjeként mire kaptál válaszokat? Hát arra kaptam választ, hogy először is, hogy végúszta a hat számot, és végúszta, és ennek nagyon örülök, mert ez egy olyan versenytervezés, amire szerintem ebben a szakaszban szüksége volt, és örülök, hogy kibírta mind a hat számot. A másik az, hogy amire számítottam, hogy a rövidebb versenyszámokban jól fog szerepelni. A 200-akon viszont az állóképességet még olyan szintre kell hozni, amilyen az tavaly volt. És Sós Csaba itt azt mondta előtted, hogy azért más ne próbálja meg azt csinálni, amit ő csinált. Te is ezt javaslod a többieknek, hogy ennyit azért ne pihenjenek? Igen, mert mi is úgy álltunk a feladathoz, hogy ilyet mi nem csináltunk. És én is azt mondtam, azért nyilatkoztam a összeges bajnokság előtt, hogy én is kíváncsian várom, hogy mire képes, mert ez megjósolhatatlan. És nyilván olyan tehetséges, ritkán találkozik az ember ilyen talentummal, hogy ezt tényleg nem javaslom másoknak, hogy ezt komolyan gondolják, hogy ennyi kihagyás után így lehet úszni. Azért mellette is vannak nagyon tehetséges versenyzőid, menjünk időrendi sorrendben. Zombori Gábor mindjárt az első napon 200 vegyesen magát is meglepte azzal, hogy meglett az olimpiai helyszínt. Azt mondta, hogy ő nem gondolta, hogy tud egy 5-fejetes időt úszni, és el se hitte először, amikor felnézett. Edzője elhitte, hogy ez sikerül. Elhittem, mert élete legjobb edzőtábora volt, és ő is olyan adottsággal rendelkezik, hogy amellett, hogy nagyon jó az állóképességi számokban, rendkívül robbanékony, nagyon jó delfinezik, úgyhogy én abszolút elhittem róla. Az, hogy 400 versen nem sikerült, az éppen nem vagyok elkeseredve, mert szerintem az Európa-bajnokságon az össze fog jönni. A másik napon pedig szerintem egy emberként örült itt mindenki, hogy Kapás Boginak meg lett 200 pillangon az olimpiai szint. Telegdi Ádám pedig azt mondta, hogy nem engedi egyedül el Bogit Párizsba. Igen, ez volt a cél, hogy mind a ketten megúszszák és túl legyenek rajta, le kell jönni a vállukról a teher, úgyhogy nyilván az Ádámnak egy picit abból számomra nehezebb, hogy még küzdeni kell ugye az EB-n, ezért ennek a helynek a megtartásáért, hát örülök, hogy mindenképp meg sikerült. Márton Ricsi is elég sokat úszott, 200 pillanatban is nagyon jól ment róla, mi a véleményed, ő elmondta, hogy volt egy kis mélypontja, és hogy szüksége volt egy kis pihenése, hogy aztán majd az olimpiáig csak a munkáról szóljon minden. Igen, őnek egy nagyon kemény éve volt, hiszen szeptemberben elkezdett dolgozni, ő végigcsinálta az összes felkészülési versenyt, egy rövidpályás EB-t végigcsinált, előtte még járt Amerikába egy másik versenyt, nagyon-nagyon keveset pihent, és utána jött ugye a Dohai VB-re való felkészülés, edzőtábor, onnan Tenerife, tehát ő végig dolgozta néhány nap kihagyásul, úgyhogy azt gondolom, hogy egy picit fizikailag is, és mentálisan is egy picit fáradt volt.